Ellenzéki pártok és szakszervezetek tiltakoztak közösen Dániában egy eddigi munkaszüneti naptervezet eltörlése ellen. A nagy ima nap a húsvét utáni negyedik péntek Dániában. A dán kormány azzal érvel, hogy ennek munkanapá nyilvánításával évente több mint 2 millió euróval tudná növelni a védelmi kiadásait. A szociáldemokrata Mette Frederiksen vezette kabinet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a védelmi kiadások a tervezetnél 3 évvel korábban elérjék a GDP 2%-át.